Sziasztok, Kerékgyártó Gergely vagyok, ez itt a DSR Pixel Studio. Köszöntelek titeket a legújabb videómban, ahol is 10 fotós tévhitet hoztam nektek. Nem is csigázlak tovább, lássuk, hogy mik ezek. Az első ilyen fotós tévhit az, hogy a jó fényképek csak manuális módban készülhetnek. A fénykép nem tudja, hogy milyen módban készült, tök mindegy, hogy automata módban készült, hogy rekesz előválasztás, hogy záridő előválasztás, hogy bármilyen módban készült. A fénykép nem tud róla, tehát tök mindegy. Az lehet, hogy manuális módban bizonyos helyzetekben könnyebben be tudsz valamit állítani, de nem lehet mindig manuális módban fényképezni, mert egyszerűen lassú, sok időt vesz igénybe. Arra való a manuális mód, hogy ha például ugyanazt a beállítást szeretnénk használni több fotónál, például stúdióban, vagy hogyha nem változnak a fényviszonyok, akkor érdemes manuális módot használni, de egyébként azért veszünk drága fényképezőgépet, hogy azért valamennyire az automatikáját használjuk, és akkor beavatkozunk, hogy rekesz előválasztás, vagy záridő előválasztás, de ennyi, vagy esetleg használtunk autóizót is, de aki manuális módba teszi a gépét, és autóizót használ, az nem manuális módba fényképezi, az a fényképezőgép mérőrendszerére hagyatkozik akkor is. Akkor van csak manuális, hogyha tényleg az izót, a záridőt és a rekeszt is mi állítjuk be, ez viszont időt vesz igénybe, és hogyha változnak a fényviszonyok, akkor nincs időnk erre, úgyhogy bármelyik félautomata mód teljesen megteszi, a legtöbb ember rekeszáll, ő választásos módba fényképez, vagy esetleg, ha a szituáció megköveteli, akkor zár időbe. De a manuális mód az nem valami különleges dolog, senki nem megy ki az utcára, úgyhogy aha, most zár idő, az pont ennyi kell legyen a rekesz, ennyi, és akkor az ISO 100. Ezt így nem látja az ember, és nem is kell látni, erre való a félautomatika. Második pont. Csak a full frame gépek a jók. Nem igaz. Nem kell mindenkinek full frame gépet venni, nem csak azok tudnak jó fényképet készíteni, akik full frame géppel rendelkeznek. Egy APS-C-vel ugyanolyan jó képeket lehet lőni. A full frame-nek megvan az az előnye, hogy nagyon rossz fényviszonyok mellett kevésbé zajos képeket készít, illetve az APS-C-n ott van a crop faktor, amiről az előző videómban, DXFX videómban, amit ide be is linkelek, vagy ide, valahova belinkelek, abban tudtok is erről több infót kapni, de alapvetően a FX képek, tehát a full frame-ek nem készítenek jobb képeket feltétlenül. Tehát kevés az a helyzet, ahol azt mondom, hogy ezt a képet csak full frame-mel lehetne elkészíteni, és APS-C-vel nincs esélyünk. Ez egyszerűen nem igaz. Sok múlik a kompozíción, sok múlik a fényeken, ezer egyéb dolgon. A vázon igazából kevesebb múlik. És elérkeztünk a harmadik tévhithez, hogy egy jobb fényképezővel jobb fényképet lehet készíteni. Ez se igaz, azért, mert egy drága full frame-et megveszünk a legújabb verziót, egy csomó előnyre szert tehetünk, de ahol ezt nem használjuk ki, ott valaki, akinek jobb érzéke van, vagy több tapasztalata van a fotózással, az jobb képet tud készíteni akár egy gyengébb fényképezővel is, hogyha nem a limitein használjuk a fényképezőt. Nem feltétlenül kell a legdrágább fényképezőt megvennünk ahhoz, hogy egy szuper fotót készítsünk. A negyedik tévhit az az, hogy a fotózáshoz jó szem kell. A jó szem az egy hatalmas előny, mert nem kell sokat gondolkoznunk a kompozíción, egyszerűen a kép már megszületik a fejünkbe, és csak el kell kattintani, esetleg meg kell tanulni a fotózás technikai részét, de ettől még, akinek nincs hozzá alapvetően érzéke, mint például nekem sincs egyáltalán érzékem a fényképezéshez, mégis megtanultam a kompozíciós szabályokat, megtanultam a technikai hátterét az egésznek, és azért elég jól elboldogulok. Nem feltétlenül kell ehhez érzék, ez bármikor meg lehet tanulni. Akinek tanulnia kell, annak több energiát, több gyakorlást, több munkát kell befektetnie, de attól még ugyanúgy készíthet bármilyen jó fényképeket, lehet a világ legjobb fotósa is attól, hogy nincs érzéke hozzá alapvetően. Nyilván, hogyha van hozzá érzéked, akkor minden könnyebben megy. Az ötödik hatalmas tévhit, hogy a fotó utómunkázása az csalás, vagy hogy attól, hogy utómunkázunk egy fényképet, az nem lesz élethű, vagy nem lesz olyan, amilyennek kell lennie, és ez maga az ördög. A fénykép utómunkázása egyáltalán nem csalás. Sokszor az utómunkának csak az a lényege, hogy úgy szeretnénk megjeleníteni a monitorunkon a fényképet, úgy szeretnénk ezt az élményt visszaadni, ahogy ezt mi a saját szemünkkel láttuk. És hogyha mi ezt egy picit melegebb színhőmérsékletűnek láttuk, akkor ezt egy kicsit odébb állítjuk. Hogyha egy kicsit zöldebbnek, akkor egy kicsit zöldebb lesz a kép.
De alapvetően az, hogy a fényképező hogy látja azt, amit mi látunk, főleg, hogyha esetleg nem jól állítottuk be valamit, akkor az nem biztos, hogy azt fogja reprezentálni, amit ott látunk, illetve a fényképezőgépe is rengeteg dolgot be tudunk állítani, most akkor az is csalás, hogyha lenszképmódra állítom, és kiemeli a kéket az égen és a zöldet a fűben, akkor az most csalás. Ez nem ezen múlik. Más az, amikor annyira utómunkázzuk a képet, hogy az esetleg eltér a valóságtól, csinálunk egy HDR képet, csinálunk brutális színeket, elszínezünk valamit, az más, az már nyilván nem azt reprezentálja, hogy kinézett a valóságban, ez inkább egy ilyen művészi megközelítés. Ez is utómunka, ez egy kicsit több annál, mint ami ahhoz szükséges, hogy bemutassuk, hogy mi azt, hogy láttuk, de ez ettől még nem csalás, vagy ez nem ördög és pokol, tehát ezt el kell fogadni, hogyha nem szeretnénk elmenni ebbe az irányba, és nem szeretnénk eltérni a valóságtól, attól még mindig utómunkázhatjuk a képeinket, mert hogyha róba fényképezünk, és nem jépekbe, akkor sokkal jobban meg tudjuk csinálni az utómunkát, mint a fényképezünk, mert a fényképezünk is csinál utómunkát a képeken, csak abban nincs beleszólásunk. Hatodik hatalmas tévhit, hogy fotózni csak szép napsütéses időben lehet, hogyha meleg van, és hogyha minden csillag úgy áll. Nem, fotózni bármikor lehet. Nyilván, hogyha egy egyszerű fényképezőnk van, akkor ne vigyük ki a mínusz 100 fokba, ne vigyük ki a szakadó esőbe, vagy ha kivisszük, akkor vigyünk magunkra egy esernyőt, de ezek a pillanatok is olyanok, amik egyszerűen csak a megörökítésre várnak. Egy szép esős napon egy csomó embert esernyővel lefényképezni, vagy a havas tájat, vagy bármit, hatalmas szélvihar. Ezeket is le kell fényképezni, nem csak a jó időben lehet kimenni fényképezni, amikor 100%-osan komfortosnak érezzük a fényképezést magát. Ki lehet menni bármikor, úgyhogy ne várjuk meg a jó időt, ne használjuk ezt kifogásnak, menjünk ki és fényképezzünk, és örökítsük meg, hogy milyen az idő most, örökítsük meg a villámokat, a borús időt, a felhőket, bármit. Nem csak jó időben lehet fényképezni, hanem bármikor, 0-24 órában. És hogyha már itt tartunk, a hetedik tévhit, hogy mindig a fotós háta mögül kell, hogy érkezzen a fény. Tehát, hogyha kimegyünk tűzőnapra, mondjuk 4 órakor, amikor még nincs naplemente, viszont nagyon erős a nap, akkor a fotós szépen beáll a napnak háttal, és akiket fényképez, azoknak mind a szemébe fog tűzni a nap, és így fognak hunyorogni, és borzasztóak lesznek a fényképek. Ez megint egy rossz tanács. Egyrészt készíthetünk sziluettképeket, ahol pontosan, hogy a fényképezővel szembe tűz a nap, és csak az árnyakat látjuk, tehát sötét alakokat, foltokat. Ez is egy jó lehetőség. Hogyha tűz a nap, akkor menjünk árnyékba. Hogyha viszont árnyékba mentünk, akkor ne tűzzön hátulról a nap, mert akkor az alanyaink sötétek lesznek a naphoz képest. Tehát, hogyha árnyékba megyünk, akkor legyen a hátterünk is sötét, esetleg derítsük az alanyunkat, és ő legyen a kép legvilágosabb része, de nem kell, hogy a nap feltétlenül hátulról érkezzen. A nyolcadik tévhit, amitől a hajam égnek áll, hogy valaki készít egy szar, rossz, elfogadhatatlan fényképet, és utána, amikor látja, hogy ez a fénykép szar lett, akkor átteszi fekete-fehérbe. Nem lesz jobb a fénykép attól, hogy fekete-fehér, nem lesz művészi, nem lesz extra, nem ad hozzá semmit a szar fényképhez, hogyha fekete-fehér. Úgyhogy, ha nem jó a fénykép, akkor törölni kell, nem fekete-fehérbe áttenni. A fekete-fehér ez nem a kukának a szinonimája. Fekete-fehérbe azokat a képeket kell áttenni, amiknek olyan a hangulata, amikhez az ad egy pluszt, amik elvárják, hogy a kép fekete-fehér legyen, vagy ha minden képünket fekete-fehérbe készítjük, az is egy megoldás. Rengeteg ember szereti inkább a fekete-fehér képeket, a régiesebb stílust. Ez tök jó. De hogyha csináltunk egy szar fényképet, amit nem is azért csináltunk, hogy a végén fekete-fehér legyen, csak annyira rossz lát, akkor ezt ne tegyük át fekete-fehérbe, van egy ilyen delete gomba billentyűzeten, azzal érdemes megpróbálni törölni. Az utolsó előtti tévhit, az pedig szintén ez, csak fekete-fehér nélkül, hogy ha van egy szar fényképünk, azt egy jó presettel, vagy egy jó színbeállítással fel lehet húzni. Nem lehet felhúzni, nem lesz jó a jó presettel se. Ha a kép elmosódott, bármilyen preset lehet rajta, bármilyen színek, hú, akármi. Nem, nincs. Egyszerűen tessék kimenni újra, megcsinálni szépen a fényképet, és ne azon törni a fejedet, hogy hogy lehetne utólag a szarból várat építeni, hanem hogy hogy lehet elsőre jól megcsinálni, hogy ne kelljen azért rátenni egy presetet, hogy az most jobb legyen. Ettől függetlenül a presetekkel nincs baj, hogyha van egy jó fényképed, van egy stílusod, akkor tedd rá a presetedet, és a jó fénykép még jobb lesz tőled, de a rossz nem lesz még jobb, esetleg még rosszabb lesz talán, de azzal megint nem nyertünk semmit.
És az utolsó hatalmas tévhit, amit az embereknek a nagy százaléka valahogy még mindig nem ért meg, főleg a kezdő fotósok, hogy attól, hogy egy kép nekem nagyon tetszik, amit én készítettem, mert a kiskutyám van rajta, akit én nagyon szeretek, az attól még nem fog mindenkinek tetszeni. Tehát az attól még nem jó kép, hogy nekem tetszik. Az másoknak is kell, hogy egy vizuális élményt prezentáljon, hogy a mások, akiknek semmi érzelmük nem fűződik ehhez a témához, ők is tudják élvezni. Akkor lesz jó a kép, hogyha az teljesen a saját tapasztalatainktól és érzelmeinktől mentesen prezentáljuk, és így is nagyon tetszik nekünk. Akkor ez egy jó kép. De mindig gondoljunk be, hogy a néző nem érzi azt, mint a készítő. Ő nem volt ott, ő nem tudja az előzményeket, ő csak azt látja, ami a képen rajta van, és hogyha azon a képen egy elmosódott vacak van, vagy egy teljesen átlagos dolog, akkor ez a nézőben nem fog szuper érzelmeket kiváltani, nem fogja azt mondani, hogy ez egy jó fotó, ez nem lesz különleges a számára. Ezt el kell fogadni, ezt meg kell érteni, és meg kell tanulni a saját képeinket úgy nézni, mintha külső szemlélők lennénk, el kell vonatkoztatni attól, hogy mi az, amit mi extrán tudunk még a képpel kapcsolatban, amitől ez esetleg több érték lehet számunkra. A végére is értünk a listának, ezt a 10 fotós tévhitet hoztam nektek mára, remélem, hogy tetszett, hasznos volt, tanultatok belőle egy kicsit, esetleg átformáltam a nézeteket a fotózással kapcsolatban, hogyha van még plusz tévhitetek, amiket szívesen megosztanátok velem, akkor írjátok meg a kommentbe, hát ha más is olvassa, és hasznos lesz neki. Ha nem, akkor egyszerűen csak nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha még nem tettétek volna, még kattintsátok be a kis harangot is, hogy kapjatok értesítést az újabb videóimról, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!